Hallgasd meg, mit mondott Lara az osztálytársainak. Mit veszel észre? Katának ezt mondta. A tegnap az erdő mellett szánkóztam a barátaimmal. Lacinak ezt mondta. A tegnap szánkóztam a barátaimmal az erdő mellett. Lillának ezt mondta. Az erdő mellett szánkóztam a tegnap a barátaimmal. Sanyinak ezt mondta. A barátaimmal szánkóztam tegnap az erdő mellett. Hallgasd meg újra a mondatokat. Figyeld meg, hogyan nem fejezhette be Lara a mondatait. A tegnap az erdő mellett szánkoztunk a barátaimmal, majd hazamentünk. A tegnap az erdő mellett szánkoztunk a barátaimmal, azután pedig korcsolyáztunk. A tegnap az erdő mellett szánkoztunk a barátaimmal, nem a tegnap előtt. Ugye, hogy ez nem magyarul hangzott? A tegnap szánkóztunk a barátaimmal az erdő mellett, nem a múlt pénteken. A tegnap szánkóztunk a barátaimmal az erdő mellett, vagy talán a tegnap előtt? Nem emlékszem pontosan. A tegnap szánkóztunk a barátaimmal az erdő mellett, és azután az utcánkban is. És ezt is eltaláltad. Ügyes vagy! Az erdő mellett szánkóztunk a tegnap a barátaimmal és a testvéremmel is. Az erdő mellett szánkóztunk a tegnap a barátaimmal, bár a terv szerint a közeli dombra kellett volna mennünk. Az erdő mellett szánkóztunk a tegnap a barátaimmal, mert az a mi titkos helyünk. Pontosan. Így biztos nem fejezhette be Lara a mondatát. A barátaimmal szánkóztunk a tegnap az erdő mellett, nem pedig az osztálytársaimmal. A barátaimmal szánkóztunk a tegnap az erdő mellett, azután a házunk mögötti kertben is. A barátaimmal szánkóztunk a tegnap az erdő mellett, és természetesen a szomszéd gyerekekkel is. Gratulálok! Itt is helyesen döntöttél. Ugye te is megfigyelted, hogy mondataiban Lara ugyanazokat a szavakat használta. A különbség mindössze az, hogy minden mondatban más-más szót, más-más információt hangsúlyozott. Köszönöm, hogy velem tartottál. És most gyakoroljunk!